űr mindenkinek, arra gondoltam, hogy Happy Birthday-zünk meg, mert tudom, hogy szeretitek, és arra gondoltam, hogy elviselhetetlenül szar zenével azt fogom kombinálni, mert különben én nem fogom tudni elviselni ezt a játékot. Amióta utoljára felvettem, nem játszottam, úgyhogy lehet, hogy lesznek ismétlések. A Szilágyi apukára természetesen emlékszem, itt van a télapó. És próbálok emlékezni erre, hogy hogyan irányítunk. Ó, de jó! Láthatjátok, kicsit feljebb vettem a vért a múltkori játék óta. Hiszen már jobb a gépem. Repülj! Parom! Erre nem gondoltam. Ne. És akkor... Erbetű? Igen, Erbetű örülre is indítom. Nagyszerű. Na, ajándékokat már a legelején kidobjuk a kocsiból, mert csak geciskedni megyünk, nem ajándékot osztani. De beállítunk, és azt mondjuk, és kellemetlen meglepetés, hogy így ha-ha, basszátok, hogy nincs ajándék. Ez a játék kihozza belőlem az alapár itt a hót. Néha azt érdem. Szerencsétlen, hogy érzünk már nézve. Jajjaj, most nem, csinál meg ilyen a sztélapó. Ennyi vér nincs a világon. Nem segítünk, lelökünk, fontos dolgunk van, el kell szomorítanunk a világ összes gyerekét. Meg megölni egy párodit, mert őt le kellett volna szedni, hogy tolja a szám. Kicsit túl lassúak vagyunk ahhoz, hogy ezt akadályt abszolváljunk. Gyerünk, télapó, képes vagy rá, ez nem megoldás. Télapó? Nem értezte ezt télapó. Próbálkozunk újra. Jobban szeretem azokat a járműveket, amiket van kereke, nem tudom ki, hogy értett vele. Na, ne borulj fel, nem, akkor csináljuk a luccot, az is működik nekem. Repülj! Kicsit jobban. Vagy, hát hallj meg, az is egy megoldás. Jó, szerintem próbálkozunk olyannal, ahol a járműnek kereke is van. Például tudjátok, mire gondolok? Egy biciklire! Szilágyi apuka? Igen! Szilágyi apuka! Szia, Szilágyi apuka! Hogy vagy? Nagyon vidám, látjátok? Szia, Szilágyi apuka! Gyerünk, Szilágyi apuka! Nem tudom, a gyereked miért viszed magaddal a BMX parkba, vagy BMX? Hogy lenne ezt érdemes? Szerintem egyelőre mind a ketten életben vagytok, amihez külön gratulálok. Meglátjuk, meddig marad az így. Ahogy titeket ismerlek, nem sokáig. A fasz, hogy kölyög. Igen. Gondoltam volt, meg ez sem volt ugye. Ja, hogy mi az is? Jó, Szilágyi apuka tehát újra megpróbálkozik. Mert a... Már nem is emlékszem, hogy Tonna Donátba szerelmes volt, de volt feleség? Ez nem volt Szilágyiné. Már később, még az Irresponsible ma amikor behozták. De esetleg a feleség azt gondolja, hogy nem elég kis sportolok. Úgyhogy eljött a BMX parkba, és hozza magával a gyerekét is, hogy a gyerek lássa, hogy milyen menő az apja. A gyerek sajnos meghal, mert nem elég erősek a nyaki izzai. Itt egy neki mennek a világ végén lévő falnak, és úgyis meghalnak. Jó, ez nem tudom mi a fasz volt. Speedbridge. Szerintem ezt már csináltuk, de nem baj. Igen, ezt már csináltuk. Ja, itt mentek a szülői értekezlete. Nem próbálkozhatunk. Jajaj, ohohoho. Ezt hogy érte túl szerencsétlen? Hát, mondjuk most volt ugye március 15, és szakadt a hó, és ugye az egész ország szörnyi állapotba került. Szilágyi apuka megkapta a belügyi minisztérium SMS-ét, és ettől rájött a... rájött a segíteni vágyás. Wow! El sem tudom mondani a hülye szorimat, akkor megpróbáljuk újra is a digeit. Szóval rájött a nagy segíteni vágyás, és szétrobbant hidakon, és... ó, egyébként a podcastotoknak. Szétrobbant hidakon, és teljes káoszon keresztül, ne zavarjunk, hogy átében szép zöld minden, az valójában havas. A teljes káoszon és katasztrófán és halálhörgésen és csillalban át siet az autópályához, hogy kiszabadítsa. Lehet, hogy itt csalog. Csak lehet, hogy jól. Yeah. Hoppá, hát a gyereked az... Vagy nem.
Szóval a lényeg itt az, hogy a romokba dőlt Magyarországon keresztül siet Szilágyi apukat autópályára, hogy segítsen a hóban rekedteknek, mert a Delhi minisztérium SMS-e olyan jó hatással volt rá. És most talán sikerrel is jár. Lehet, hogy a fél karja így lelóg, de hát az minek. Karjék is kaphaték, hogy mert az ember is még fejjel lefelé is tekeri a pedált. Oké. Happy Wheels Future, ilyen szíjeség. Ezzel nem foglalkoznánk, ha nem haragszatok. Szóval igen, itt van Szilágyi Anyuka, ugrabugráló gyerek, télapó, Indiana Jones! Indiana Jones legújabb kalandjai, Harrison Ford most meg 87 ezer éves, és Harrison Ford oldalra dőlt, és ezzel és megoldja a problémát. És utána megint elbaszta. Gyerünk Harrison Ford! Még a végén Shia LaBeouf lesz csak helyett a következő filmben, és ezt a filmvilág nem is elheti el. Nem vagy nincs terekod, az nem kell. Gyerünk Szilágyi apuka, szerintem, vagy Szilágyi apuka, bocsánat, Indiana Jones. De a lehető legrosszabb karaktert választottam ehhez. Siess. És most ennek az, és nem lett rossz vége. Indiana fucking Jones. Elájulok. Hát ez ember egy zseni. Szerintem ezt meg kell próbálni Szilágyi apukával is. Gyere Szilágyi apuka. Mutasd meg, mennyivel jobb vagy, mint egy macsó kalandor a biciklinttel és a leszakadt véres fejeddel együtt. Nem vagy Szilágyi apuka, próbáld meg újra. Gyereked az, látom, nem élvezi az utazást. Lehet, hogy kéne neki valami raktapot vagy valami, vagy hajtsát a fején, az is egy megoldás. Gyerünk. Gyerünk Szilágyi apuka. Mi az Isten csinálsz, Szilágyi apuka? Tehát nem motivált téged ez a rémezzen eléggé? Kicsit reménykedem, hogy nem hallottszik a háttérben. Szerintem a nézőközönségem fel akar fogja adni a videót miatt. Ah, nincs karod, nem baj. Té-té-té! Próbálj még egyet esetleg. Metró. Szilágyi apuka metrózik, mert valamiért azt gondolja, hogy biciklivel fel lehet szállni. És hiába próbálja az a derék PKV ellenőr megmondani, hogy ezt nem lehet, ilyen problémákkal nem hajlandó foglalkozni. És nem bír felszállni a metróra, mert béna. Vagy itt megyek féllel a metró mögött végig, vagy elcsesztem a felszállást. Egy érzésem, hogy elcsesztem a felszállást, de most már nézzük, hogy mit tették, ha itt megyek a metró mögött végig. Ez elég mókás. Ugye milyen izgalmas, hogy megyünk egyel a metró mögött. Gyerünk! De igen, de kellett volna jutnom a metróba, de ezt elcsesztem. Tömegy lendületről. Így né, Szilágyi apuka. De végig kíséri a metrót az útjára, és ez karambolozik. Utána felszáll rá, leszakadt valamilyen, de csak még mi az Isten történt ezzel a metróval? Gyereke felrobbant. A dagi sofőr kilökni. Mi a fasz? De próbálj meg ezt újra, hogy lássuk, hogy kellett volna sikerül. Ez különös volt, mint nem mondják. Ha-ha-ha, engem többet nem akadályozol meg abban, hogy beroncsak a metróba. Így. Ez sokkal jobb. Gyerünk, Szilágyi apuka. Siess, mert elkésel. Hát gondolom a szülő értekezőtől. Gyerekednek a fejében nem tudom mi áll ki, de... Mi áll ki ott a gyerekedből? Tényleg. Belőled mi áll ki? Mi az Isten történt? Mi? Wow! Jó van, Szilágyi apuka.
Jó, van, ez nem tudok. Egyik rémesre megtérik, mint a másik, legyünk őszinték. Legyünk a Fekafi írósjából, akinek ha volt is, ha volt is háttértörténete. Nem szeretnénk, hogy ez elkapja minket, nem? Igen, ez valószínűleg nem volt tervezve. Úgyhogy azt javaslom, siessünk. Fekacsávó, én nem akarod sietetni, de talán hasznos lenne. Ha utolér az a nagy rémség. A robot meg nem szeretem, hogy a rétel beszélni. Mögötte valószínűleg biztos. Majd a felrobbantulatnak a helyettünk, de jó. Ráéreztem a megoldásra, azt hiszem. Jajaj. Menjünk a víz tetejére, nem biztos, hogy jó megoldás. Hát kurvára nem egy jó megoldás. Jó, ezt nem ezzel a fazonnal csinálom, hanem gyorsabban. Úgyhogy... Szilágyi anyuka! Jöjjön a laboratóriumba! Úristen, jön egy hatalmas gyilkológép van mögöttem, sihessünk gyerekek! Ezt nem kell kommentálnom, ugye? Hát ez valami gyönyörű, főleg a megfajlott kerek. Visszarepülő darabkák. De tekintsünk erre úgy, mintha az Assassin's Creed első részében lennék, és elrabolták egy Desmond egyenlő Szilágyi anyukról akkor az esetek. Lehet, hogy meg kéne várnom, hogy ezt hogy csináltam meg elsőre? Igen, ez így már is jobb. Na most viszont siessünk. Szóval egy elrabolták Szilágyi anyukát ebbe a laborba, és most az egyik gyereke meghalt. És jaj, mindenki meghalt. A Szilágyi anyuka még él ott a robotra, és a bicikli megoldja, hogy... mit csinálsz? Egy keréken egyensúlyozik a robot. Hát mit ki nem találok ma már ezek a professzorok, nem? Szóval a Szilágyi anyukát elrabolták, és egy szörnyét egy egyrészt laboratóriumi körülmények közé helyezett Jigsaw feladványokkal kínozzák. Azaz előbb, hogy fel kell áldozni a gyerekeit, akiket elég könnyen feláldoz, mint láthattuk. A feladvány szerintem az lett volna, hogy a robot mögött legyek. De ha az nem jön össze, akkor csak átugrom így a aknákon, mert rohadt ügyes vagyok. Összes gyerek halott és vérzik, de ez nem probléma. Jönünk Szilágyi anyuka. Hát a gyerekeidnek annyi, de nem baj. És egyébként észre esélyt, hogy Szilágyi anyuka egy gyereket visszasz meg két másikat? Szerintem kabatyolt a férje házamról. Gratulálunk ezúton is. Nézzük meg, hogy Szilágyi apuka hogy teljesít a laborban. Olyan van-e rá sansz, hogy a gyerek... Mert a bicikli egy kicsit talán... aerodinamikusabb, mint a másik, ezt a feladványt nem oldják. Ezt sem képzel, hogy hogy csináltam meg, mert emlékszel, hogy nem ment fel a híd, amikor én ezen először álltunk. De. Hát akkor megvárjuk szépen. Stop. Így. De ügyes ez az apuka, viszont most nem más tudom sietni, mert csúnya a gyilkológiai robot mond mögötted, és azt nem biztos, hogy jól, ha megvárjuk. A gyereked! Ne! Hogy vérzik már, basszus, felvettem a vér, mindent felraktam maximumra, mert ez a gép bírja a gyerekek, és döbbenten látom, hogy milyen, hát ez nem jött össze, milyen rémségeket produkál, tehát akik nem tanultak soha bioszt, és túl sokat én sem tanultam, annak ezúttal hadd mondjam meg, hogy az emberi test nem így működik, tehát nem egy ilyen nagyon leves dinnye, amit de ha összegyomsz, akkor így fröcsköd belőle a vér, és ez a látvány téged valamiért izgalommal tölt el. Ne ölj meg embereket azért, hogy ezt láss, mert ezt nem fogod látni.
úgyhogy szerintem próbálkozunk, amíg Szilágyi apuka sikerre jár a laboratóriumban, aztán véget vettek a videónak. Gyerű Szilágyi apuka. Jó, az első akadályt többé-kevésbé sikereset teljesítette. Ez az akadályok neki nagyobb kívást okoznak, mint a feleségének. Tehát ez ugye a női agy diadalát jelenti a férfiak fölött. Ó, apám, mi a szart csináltál? Hogy jutottam? Nem tudom, a fekacsávó az összes szabályt áthágta. Tehát ezzel valahogy átjutott, számomra meg volt magyarázhatatlan módon. Majd bekerült a robot mögé, és azzal robbantotta fel az aknákat. Fekacsávó egy csaló. Nem tudom, hogy csinálta, de... Akkor, hogy hülye robot. Egy. Kettő. És lemegy a lift a gyerek hullájával, és ezért most itt ragadott, pedig még élek. Kisfiam, a kezed meg a lábad többet ártott nekem, mint te egész életedbe. Na, baj, Szilágyi apuka újra próbálkozik. És jobb, ha siet. Gyerünk, Szilágyi apuka. Vajon most, egyrészt a halálosztó robot legyakja a gyereket, ha így elvigyázza. És a gyerek felrobbantja, nagyszerű! Jajajajajaj! És megélet vannak. Egy lábbal, és már megint lement a lift. Azért, mert van benne egy-két testrész, milyen hiperérzékeny máz a lift. Ez a robot meg takarodjon innen. Ez rossz dizájn mondjuk szerint, hogy egy darab izé húszcapot elvidíti a liftet. Elég viccesen néz ki Szilágyi apuka, nem gondoljátok? Lá, 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 lá. Nagyon élvezi a zenét, mert nincs zeneizlése. És nagyba táncol. És szerintem én ezzel be is fejezem, mert ennyit bírtam szerintem ebből egyszerre. Egy földön fekvő epilepsziás rohammal küzdő robot, egy szarzenére biciklivel táncoló egylábú vérző ember, aki a gyerekeinek a robjain táncol, és egy lift tetején teszi mindezt. Úgyhogy búcsúzz el Szilágyi apuka. Viszlát! És hát a legközelebbi viszont Szilágyi apukázásra.